Karcsonyi borvidék az egyik legismertebb. A Balatont északnyugatról övező vulkanikus eredetű hegyoldalak csodálatos adottságai dicsérik a borvidék borai. A hajdani vulkáni működés jelző festői látványú bazaltorgonák és hatalmas sziklatömbök tövében a védett napsütötte lejtőkön mézédesre érlelődik a szőlő. A baracsonyi borok saját karakterrel bírnak. Nem véletlen, hogy a baracsony borát az istenek nektárjának nevezik. A baracsonyi borvidék leghíresebb és legnevesebb borászatai gondoskodnak július 14-től július 30-ig arról, hogy az ide látogató vendégek az istenek nektárjának legjobbjait kóstolhassák. Egy neves filozófus szerint kezd a napot egy pohár jó borral, és fejezd be egy pohár még jobban. Ezen gondolatok jegyében felkérem Krisztinán László polgármestert, hogy köszöntse vendégeinket. Én is tisztelettel köszöntöm a meghívott kedves díszvendégeinket, külön is dr. Kovács Zoltán urat, rendezvényünk fővédnökét, akit nemrégiben avattunk a Vinum Vulcanum borlovagrend tagjává, és örülök, hogy nem csak azzal a jelképes gesztussal, hogy elfogadta a fővédnöki feladatot, hanem személyes jelenlétével is támogatja a térséget, a baracsonyi borvidéket, a baracsonyi szőlő és bor ügyét és az itt élő embereket. Köszönjük szépen! Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben első alkalommal tartózkodó lengyelországi testvértelepülésünkről érkezett küldöttséget, Csempin a neve ennek a testvértelepülésnek. Itt van körünkben, és köszöntöm Konrád Maliszki polgármester urat, Lukács Grigié a képviselőtestület elnökét, ott egy kicsit más a szerkezet a önkormányzatnak, ezért van két vezető. Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat itt a baracsonyi borheteken. Szeretném elmondani, hogy a bor és a borheteket jöttünk megnyitni és ünnepelni, de ezt a rendezvényt most még két jeles évforduló teszi felejthetetlenné. Egyrészt az idén 1020 éves Baracsony Tomaj, másrészt 1987-ben, azaz 30 éve kaptuk meg a Szőlő és a Bor Nemzetközi Városa kitüntető címet. Ezt a két jubileumot is ünnepeljük az idei esztendőben. Helyen vannak ma, amely a Balaton egyik legszebb pontja, ha nem Magyarországé, és ezen a ponton nagyon sok minden történt. Az elmúlt évezredben hallottuk 1020 éves Baracsony Tomaj, és hát a történelemben a rómaiak voltak azok, akik ide hozták a szőlőt és bort termeltek, és hát méltó utódai vannak azóta is itt a Baracsony lábánál, magán a hegyen is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, minden csoda, szokták mondani, három napig tart. Én arra szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy hetet hét Badacsony, mint a mesében, ez pedig a bor hete a hetet hétből, hiszen van halasfesztivál, van szüret, van rózsakőfesztivál, de az egyik leghíresebb fesztivál az maga a borfesztivál, hiszen Badacsony erről híresült el. Jó értelemben. Önök ezt a bort fogyasztják, polgármester úr elmondta, hogy nagyon sok veríték fűződik a bor termeléshez, hiszen tavasztól őszig foglalkozni kell vele,
időt nem kímélve. Ezért minden tisztelet a bortermelőknek, a szőlőművelőknek egyaránt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a badacsonyi borok Messzeföldön híresek, de van kettő, amelyek minden tájon, hírnévben is és minőségben megállják a helyüket. Az egyik a kéknyelő, amely speciálisan csak Badacsonyban található, a másik pedig a szürke barát, a Pinot Gris típusú borok köréből, de ilyen típus, amit a hegyen termelnek, ilyen nincs máshol a világon. Mi annak örülnénk, hogy magyar bor jó hírnevét mindenhova elviszik a kóstolás után, jól érzik magukat itt a borfaluban, és mi kell még ehhez? Ehhez jó bor kell. A jó bor pedig rendelkezésre áll, igyanak belőle mértékkel, de lehetőség szerint minden fajtából. Kívánok Önöknek jó szórakozást, különösen lengyel barátainak messziről érkeztek, és mindenki, aki felkeresi a Badacsonyt, hiszen a Badacsony a világ egyik csodája. És hát külön köszönöm polgármester úr elismerő szavait, mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsünk a bortermelőknek. A kormány 20 milliárdról 40 milliárdra növelte az eszközhasználati támogatást, amely a pincészetek felszereltségét, a pincészeteket támogatja. A bormarketing tekintetében is előrelépés született. Azt gondolom, minden eszköz rendelkezésre ahhoz, hogy mind a termelők, mind pedig a fogyasztók elviessék a bor jó hírnevét. Kedves borászok, kedves barátaim! Volt Magyarországon nyár elején egy felmérés, amely értelmében a lakosság 63%-a úgy gondolja, hogy az idén tervez nyaralást, tervez valamilyen utat. Ezek közül a válaszolók közül 46% úgy gondolta, hogy a Balatont választja az idén úti céljául, és azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt évekhez képest nagyon szép arány, és nyilvánvaló, hogy Badacsony, badacsonyi borok nagyon nagy szerepet játszottak abban, hogy ez a szép arány így megalakuljon, kialakuljon. Arisztotelész, Nagy Sándornak a nevelője, egy győztes csata után, amikor leültek és borral kocintottak, akkor azt mondta Nagy Sándornak, hogy kedves fiam, az első bor az mindig legyen az egészségé. A második pohár bor legyen a vidámságé. A harmadik a bánaté, a negyedik pedig a gyalázaté. Én nagyon remélem, hogy a negyedikig már nem jutunk el, kultúrás borfogyasztásnak nem ez a lényege, de én kívánom, hogy nagyon jól érezzék magukat a felkövetkezendő napokban itt Badacsonyban, a borfesztiválon, a borrendezvényen. Nagyon örülök annak, hogy az idén sokkal jobb idő van, és tavaly egy ilyen szűk körben, rossz időben kocintottunk és nyitottuk meg a borheteket, de kívánom Önöknek, hogy nagyon szépen teljen az elkövetkezendő két hét, erre üritem poharamat, kedves egészségünkre. Kedves egészségünkre.